mai rendezvényt az Ombudsmani Hivatal, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a Természetvédők Szövetsége és egy másik civil szervezet, a HEND Szövetség szervezte, és ennek keretében az volt általában a témakör, hogy az új ENSZ program, ami a fenntartható fejlődés ügyeiről szól, 2030-ig tartó célokról szól, a világ minden ország számára, ezek hogyan értendők Magyarországra? A fenntartható fejlődésnek három fontos pillére és lába van, a gazdasági, a szociális és a környezeti lábak. Ez a három pillér egyike sem létezhet a többi nélkül. Mindenképpen szükség van arra éppen ezért, hogy a fejlesztési programok mind a három területet célozzák a végrehajtásuk során. Délelőtt a fenntartható fejlődési célok környezeti vonatkozásainak elvi megközelítését fogjuk megnézni, hogy valójában ezek a célok szolgálják-e a környezetvédelmét és a fenntartható fejlődést. Délután pedig konkrét példákat fogunk megvizsgálni, jó és rossz példákat, hogy milyen módon kellene segíteni úgy a fejlődő országokat, hogy az a környezet számára is megfelelő legyen. A mostani előadásunkban mi leginkább most arra fogunk fókuszálni, hogy hogyan ne fejlesszünk, tehát hogy milyen rossz gyakorlatokat látunk, mert azt gondoljuk, hogy ezekről is beszélnünk kell, hiszen ezekből tudjuk leszűrni a tapasztalatokat és javítani a hibáinkat, hogy későbbiek során minél hatékonyabb és sikeresebb fejlesztési programjaink lehessenek. Az élővilág sokfélesége változik az emberi hatásokra, és általában romlik. Én ennek a tudományterületnek a fontosságát szeretném hangsúlyozni, és azt jelezni, hogy valóban baj van a világon, és a legfontosabb üzenet, hogy az a elképzelés, ami szerint az emberi fejlődés végtelenségig folytatható, és a gazdasági növekedés állandóan megy tovább, ez valószínűleg nem folytatható. Hazai politikában is nagyon fontos, hogy a környezetünkre vigyázzunk. Ez ugyanilyen fontos a fejlődő országok felé is, csak ők nem tudják megfinanszírozni, az ő kormányaik nem tudják megfinanszírozni azokat a környezetvédelmi projekteket, és itt jönnek képbe a nemzetközi donorok. És egyik ilyen donor Magyarország is, illetve az Európai Unió és a tagállamai közösen a világ legnagyobb donora. Vannak a fenntartható fejlődési célok 2030-ig, szám szerint 17 fő cél szerepel ebbe, és arról tartottam előadást, hogy ezeknek a céloknak a legtöbbje az voltaképpen ellenmond annak a célkitűzésnek, hogy ugye a 17 cél közül számos arra irányul, hogy valamit a környezeti válsággal tenni kellene. Ha nő tovább a gazdaság, ha több, nagyobb kibocsátása van a gazdaságnak, akkor ez fokozza a környezetnek a természeti erőforrás felhasználását, tehát magát a problémát is. Igazából egy meglehetősen kritikusra sikerült értekezlet után vagyunk. Sokan azt mondják, hogy ez a lista, amit az ENSZ előterjesztett, jó szándékkal és az államok konszenzusára törekedve került kidolgozásra, de sajnálatos módon nem tükrözi azt a szemléletet, amire szükség lenne. Csökkentett az országok belül és országok közötti egyenlőtlenségeket. De hogyan kérem szépen? Én egyetértek vele, hogy csökkentjük. Ezt nem lehet másképp megvalósítani, hogy azt mondani, hogy gazdagok, legyetek egy kicsit szegények. Ugye? És akkor szegények, legyetek egy kicsit gazdagok. Véges erőforrásokkal rendelkezünk, véges lehetőségeink van, a gazdagok még jobban szeretnének gazdagodni, és azt mondják, de egyébként szegények ti is gazdagodjatok. Ez a kettő nem megy együtt, ennek nincs kellete. Ha szolidaritást akarunk, akkor a gazdagabb országoknak feltétlenül vissza kellene a fogyasztásukat fogni. Ez nem tűnik reálisnak, mint politikai célkitűzés. Egy hatalmas kataklizma, rettenetes válság és szörnyű megrázkódtatások nélkül nem elérhető, hogy a fejlett világ érdemben a fogyasztását visszafogja.